A mai videóban azt nézzük meg, hogy miért fájhat a vese, mire utalhat a vesefájdalom. Szeretettel köszöntök mindenkit! A veséink kb. A hátunk közepén találhatók meg két oldalt, itt most látható a képen, és legfőbb feladatuk a vérből kiszűrni a méreganyagokat, illetve egyensúlyban tartani a szervezet só és folyadék szintjét. A vesék lényegében a testünk tisztító állomásai, a szennyvíz tisztító telep, ahol kb. Fél óránként a szervezetünkben lévő teljes vérmennyiség átfolyik, és megszabadul a nem kívánatos anyagoktól. Ha veséink állapota romlik, például a vérben lévő túl sok cukortól, nem tudják már eltávolítani a salakanyagokat, így azok felhalmozódnak a vérben, és súlyosan károsíthatják a szervezetünket. Ha vesék állapota kezd romlani, tehát nem tudnak már rendesen szűrni, így visszamaradnak a méreganyagok, az egyik gyakori jelenség, hogy különböző fura ízeket érzünk a szánkban, például fémes ízt, illetve ammóniaszerű lehellet is lehet, az arcunkon pedig a szemek alatti táskák jelzik a vesék leromlott állapotát. A legtöbb esetben, ha gondok vannak a vesékkel, a májjal is gond van, ugye a mája a másik fő méreganyag átalakító és eltávolító szervünk. A vesék fájdalmát a hátfájástól úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy lokalizáljuk a fájdalom középpontját, és ha az a veséknél van, nagy eséllyel a vesénk fáj és nem a hátunk. A hát általában felül vagy alul szokott fájni, pont középen két oldalt ritkán. Az első lehetséges probléma a túl sok oxalát miatti vesefájdalom, ami általában szúró jellegű. Magas oxalát tartom a mandula, a kesudió, a mogyoró, a fenyőmaga, a spenót, a csokoládé, a rebarbara, a burgonya, a szója alapú italok és mások. Ha túl sok oxalát a probléma, társulhatnak ízületi fájdalmak is a vesefájdalom mellé. Általában, ha az oxalátok okozzák a problémát, az ember erre ugye könnyen rájön, mert csak vissza kell gondolnia, hogy mit is kezdett el nagyobb mennyiségben enni abban az időben, amikor az első fájdalmakat megtapasztalta. A második lehetséges oka a vesefájdalomnak a vesekő, ami az első probléma továbbfejlődött állapota, mivel ugye a vesekövek többsége az oxalátokból alakul ki, a kálciummal vegyülve. A vesekő fájdalma mély és tompa, illetve a fájdalom egy idő után kisugározhat oldalra, illetve le a medence irányába is. A vesekő esetén gyakori, hogy érezzük a vizelési ingert, de elmegyünk a WC-re is, mégsem jön ki semmi. Előfordulhat vér a vizeletben, illetve hányingerés, hányás is. A vesekő megjelenésének esélyeit nagy mértékben csökkenthetjük a napi szintű elegendő víz bevitelével, mivel a kövek igazából csak a túltelített, sűrű, alacsony víztartalmú környezetben tudnak kifejlődni. Azaz ígyunk rendszeresen sok vizet is. Például a desztillált víz itt is a legjobb választás. Ha a vízhez néha hozzáadunk elektrolitokat, ásványanyagokat is, például magnéziumot, káliumot, még tovább csökkenthető a vesekő kialakulásának esélye. Nagyon jó vesekő esetén, de nem csak vesekőnél, hanem egyébként is a vesék tisztításához, a citromlé, például a limonádének a rendszeres fogyasztása, amelyet felturbozhatunk még pluszban tőzegáfonyalével, grapefruit magcseppekkel, illetve reszelt gyömbérrel. Értelemszerűen, mivel az oxalátok a felelősek elsősorban a kövekért, vesekő esetén is célszerű a magas oxalátartalmú ételeket jelentősen visszaszorítani a táplálkozásunkban. A következő oka a vese fájdalomnak a túl sok állati fehérje bevitelében ered, tehát ha rendszeresen túl sok húst fogyasztunk, ilyenkor előfordulhat, hogy egy idő után már nem kívánjuk a húst sem enni. A veséink átlag napi 30 és 40 g közötti fehérje mennyiséggel tudnak kényelmesen megbirkózni, ez egy közepesen nagy vörös hússzeletnek megfelelő mennyiség, így ha folyamatosan sok húst viszünk be, pláne úgy, hogy nem vagy csak kevés zöldséget fogyasztunk a hús mellé, egy idő után elfáradnak. Ebben a helyzetben értelemszerűen tudjuk, hogy sok húst teszünk, vagy sem, ezért itt a megoldás a húsbevitel, a fehérjebevitel csökkentése a táplálkozásunkban, illetve a több zöldségnek a fogyasztása. Jelentkezhet vesefájdalom abban az esetben is, ha túlzottan savassá válik a vizelet, például magas húgysav szint esetén, illetve ketogén diéta alatt is előfordulhat, mivel a ketontestek is erősen savas állagúak. A túl sok fruktóz és a túl sok fehérje is növelheti a húgysav szintet, illetve
ugye cukorbetegeknél is megnövekedhet a szintje. A bőjt alatt, a bőjt adott fázisában a testünk megnövelheti a húgsav szintet, mivel a húgsavnak pozitív tulajdonságai is vannak, antioxidánsként is működik, így a bőjt alatt is tapasztalhatunk vesefájdalmat. Általában ez ugye rövid ideig tart csak. Magas húgsav szint esetén a megoldása a több zöldségbevitele a táplálkozásunkban, amit megtámogathatunk algákkal és búzafűlével is. Ebben a helyzetben is segíthetnek az elektrolitok, főként a káliumcitrát, illetve a szódabikarbóna. A szódabikarbónát mindenképpen étkezéstől függetlenül vigyük be, mert ugye egy erősen lúgosító hatású vegyület, így semlegesíti a gyomorsavat, ami nem túl jó sem evés után, sem evés előtt. Mindezeken túl okozhatja a veség fájdalmát valamilyen fertőzés, veseciszta, a vesetrombózis, a policisztás vesebetegség, illetve a vesetumor is, de ezeknél a súlyos problémáknál általában már ugye komolyabb tünetek vannak, így időben kiderül a probléma. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet arról, hogy miért fájhat a vese, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!